Szikrázó napsütés, finom falatok, kézműveskedés. Így telt el egy délután a Mecseki hegyoldalon, ahol egyedülálló szülők és gyermekeik ismerkedhettek, beszélgethettek és alkothattak kedvükre. Az anyukák és apukák mind más-más időpontokban csatlakoztak az egyedülálló szülők klubjához, de mindannyian jól érzik magukat. Erzsébet nemrég vált egyedülálló szülővé, azt mondja, sokat segített neki a csoport. Körülbelül ez a harmadik alkalom, hogy velük vagyok, vagy talán a második. Szóval volt ez, hiszem egy hónap elején volt 4 éves az alapítvány, vagy ez a klub, és elmentem a születésnapra, mert kíváncsi voltam, mert én is így jártam, hogy egyedülálló szülővé váltam. Ezt egyébként először nehéz volt feldolgozni, vagy hát úgy elfogadni egyáltalán. Viszont ugye neten rákeresgettem ilyen egyedülálló szülőség, hogyan neveljük a gyerekünket, stb. Mert ugye erre az alapból az ember nem készül. És akkor itt találtam rá a budapesti egyszülős központra, és ott igényeltem meg a kártyát, szóval őket egy kicsit ismerem, és tudtam, hogy vannak vidéken is egyébként ilyen klubok, nézegettem, hogy itt a környéken hol vannak, mert egyébként komlói vagyok, és nézegettem, hogy hol vannak, aztán így mondom, megismerkedek velük. És most meg így életemben először sejmet festek, és tetszik. Mi készül? Hát ez egy ilyen szemüveg, tok, vagy bármi hasonló tárulásra alkalmas tok készül. És a minta, ami? Hát igazából ez a térkép naptárkép inspirált, egy ilyen tájkép. Zsolt 2 kisfiával néhány hónapja csatlakozott a klubhoz. A délután folyamán ők készítették az ételeket. Azt szerintem egy 1/2 évese, tehát nyár környékén csatlakoztunk valamikor. Hát ők ugye fiúk, nekem fiaim vannak, nekik ez a kézműves dolog annyira nem áll kézre, úgyhogy mi főzünk. És mit készül itt a tárcsán? Virsli, bajorkolbász, sült hús és sajt. A kislányok közül többen már kipróbálták a sejemfestést, de szívesen alkotnak újabbakat. Egy ilyen fát. És milyen színeket használsz? Hogy néz ki a fa? Hát... egy ilyen nagy fa. És ilyen szép színes. És vannak rajta állatok is, jól látom? Egy mókus. A sokak által ismert pécsi Meleg Andrea biztosította a kézműves foglalkozásokhoz az eszközöket. A képzelet szab határt, viszont előre megbeszéltük, hogy legtöbben határidőnaplónak való sejmet készítenek, amit utána majd elviszek és könyvkötőbe köti nekik, mert ezzel van még tervük, viszont festenek kisképet is, meg telefontokot, kinek mi jut éppen eszébe. Néhány éve találkoztunk, amikor sejmet festeni jöttek hozzánk, azóta Bolf Jutkával már együtt túrázunk is, meg tulajdonképpen én is egyedülálló szülő vagyok, de már felnőtt gyerekekkel, sőt nagymama vagyok most már, és tavaly, mikor megnyitottam a kertet, akkor jöttek már a megnyitóra is, és nagyon elraktározták fejükben, hogy egyszer el kell jönni ide majd, és most adódott rá lehetőség, pénzügyi lehetőség is, hogy kaptak egy kis támogatást pályázati pénzből, és így tudtak ide eljönni. És többnyire azt hiszem, emeletes házban, panelban laknak, és itt nagyon jó nekik a külterületen madárcsicsergés, szellő, remek időnk van, álmodni sem lehetett volna jobban. A művész már évek óta kapcsolatban áll az egyedülálló szülők klubjával. A pécsi csoportvezető Bolf Jutka pedig első között kereste fel Andreát a program megszervezésekor. Az egyedülálló szülők klubja alapítványnál pályázhattunk programokra. És az egyik ez volt, mert már egyszer voltunk az Andinál sejmet festeni, és az nagyon sikeres volt. És vannak újak a csapatban, ezért úgy gondoltuk, és létrejött ez a kert, és arra gondoltam, hogy akkor ez így grillezéssel, festéssel, kicsi lelazulással, kicsi lelassulással jó a gyerekeknek, felnőtteknek, de úgy látom, hogy igen, ez pont jó. A klub egyébként a jövőben is tervez hasonló eseményeket megszervezni. Cél, hogy megismerjék egymást a hasonló helyzetben élő egyedülálló szülők és gyermekeik.